Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Mi várható a pénteki napon? A fő energia itt látható felül. Ez egy tanács. Tanács számunkra. Kell a transformáció. Különösen, ami az érzelmeket illeti. Mert vannak ugyan negatív érzelmek is, mint például félelmek, vagy bizonytalanságok. Ezen most át kell tennünk magunkat, és élni kellene a pozitív érzelmeket, a hálát, a bizalmat, a szeretetet. Tehát ez a kártya utal a változásokra, a megújulásokra. Ez a fiatal férfi átnyújt egy arany érmét. Ez lehet anyagi segítség. Ez lehet egy jó ajánlat a munkát, a hivatást illetően. De jelenti a belső értékeket is, tehát ez a férfi mutatja számodra, hogy értékes vagy számára. Foglald el a helyedet az életben, és légy ez a királynő. Ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, az jelenti az érzelmeket, visszatérve a transformációra, pontosan erről van szó. Kilépni a negatív érzelmekből, és áttérni a pozitív érzelmekre, azon kívül nyitott lenni, érzelmeket kimutatni vagy elfogadni. Szombat. Az itt látható. A fő téma, illetve ez a tanács, az álom. De nem az éjszakai álom, hanem az álmodozás. Miről álmodozol? Itt megjelenik a lelki társad, ő is elfoglalja a helyét az életben, kimutatja az érzelmeit, hiszen a víz eleméről van szó, ugyanúgy, mint itt ezen a kártyán. Tehát, ha van egy álom, egy elképzelés, és van egy férfi az életedben, akkor legyen meg ez a hit, ez a bizalom, hogy közeledni fog hozzád, kimutatja az érzelmeit. Vasárnapon tényleg erről a hitről, erről a bizalomról van szó. Itt a tanács, ez az elefánt és a lepke. Az elefánt szimbolizálja a szerencsét, a lepke pedig a lelki kapcsolatot, szimbolizálja a mi lelkünket. És ez az út, ezek a lépések azt jelentik, ha hiszel ebben, amit elképzeltél, akkor az szerencsét hoz. Ez a belső erő, ez a belső hit itt is látható. Ha megvan az álom, ha megvan az elképzelés, ha megvan ez a hit, ez a bizalom, akkor itt lesz egy új kezdet. A 10-es szám jelent egy új periódust, amikor egy új periódus vagy ciklus kezdődik az életedben. Itt minden rendbe jön, ami az anyagiakat, a munkát, a hivatást illeti, de a családi környezetben is. És mivel itt szerelemről, érzelmekről van szó, ez a kártya jelenti a szerencsét a párkapcsolat területén is. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!